Karinti Frigyes, a halottas kocsi. Egy fekete kocsi ment a körúton, május volt, mert az minden évben van. A fák tehát lomboztak, és rügyeztek, és drága nők csacsogtak boldogan. Nyitott kocsi kacéra ringatúztak ki a ligetbe, merre lát a szem, csak a fekete kocsi ment közöttük becsukva, szépen, engedelmesen. A kocsiban, hol kellemes homály volt, feküdt három fehér úr, mesztelen. A hangulat kissé fagyos közöttük, a modoruk se könnyed, fesztelen. A lábukra egy cédulát kötöttek, a cédulán rendőri látlelet. Friss jégből van a derékaj mögöttük, jégből a paplan a fejük felett. És szólt az egyik, mozdulatlan arccal, még fején a jég halkan szörcsögött. Önt ugye Mohácsnál dobta partra, és szólt a másik, mint egy hörcsögött. És szólt az egyik, ön soká feküdt lenn, és szólt a másik, 4 napot, bizony. Én Óbudánál ugrottam, és ön, és szólt a másik, én a Lánchídon. És szólt az egyik, az öné milyen volt, és szólt a másik, barna. És molett. És szólt az egyik, az enyém is éppen. És szólt a másik, hát az meg lehet. És szólt az egyik, mondja, hogy nevezték. És szólt a másik, Ringaráz Kata. És szólt az egyik, hát ez óriási, hisz akkor ön a csempepáltata. Én azt hittem, hogy önt szerette mégis, ezért ugrottam, mint egy kergekos. És szólt a másik, hát nem önt szerette, hisz én ön miatt voltam bánatos. És szólt az egyik, hát nem önt szerette, és szólt a másik, ó, hát van remény. És szólt az egyik, hát ki lett akkor, s megszólalt a harmadik.